Szevasztok, Pitti vagyok, ez pedig itt TechKedd. Piii! Egy év távlatából újra jelentkezünk a TechKeddel. Kicsit rendhagyó módon most nem egy készüléket fogunk tesztelni, hanem kijöttünk a PlayIT-re. Kint vagyunk a Hung Expo területén, itt én azt hiszem, hogy 32 000 négyzetméteren jelenik meg a PlayIT. 3 nagy stadionban kerül megrendezésre, és körülnézzünk, hát ha találunk valami érdekeset. Elkezdtük felfedezni itt a területet az A-csarnokban, és rögtön az első dolog, ami megakadt a szemem, az a 18+ zóna. Hát nagy valószínűséggel egy pornó van, ami fura, nekem ez a harckocsi itt előtte, de nem megmerem kockáztatni, hogy ez gyilokpornó. De nézzünk be! Sziasztok! Csak személyvel? Igen, igen, szeretnék kérni egy személyt, létszik. Oldjuk már meg ezt valahogy. Nem, sajnos muszáj. Korhatáros játékok vannak, igen. Pornó van? Pornó van? És pornó nincs. Azt mondják, hogy nincs pornókát. Bejöttünk a 18+ arénába, és igaza volt a fiúnak a bejáratnál, sajnos tényleg nincsen pornó. De akkor mi lehet? Tehát, hogy mitől 18+. Nézzük körbe, hogy mik vannak itt kiállítva. Szeretném bemutatni lelkes segítőmet, Kispál Timát, aki nem mellesleg az RC News főszerkesztője. Timi, szeretnének meginvitálni egy Mortal Kombat meccsre. Kikaptam. Gratulálok, Tíma, ez még senkinek nem sikerült. Szia! Mesélj egy kicsit nekünk a szerkezetedről. Vagy nem tudom, ez milyen jelmez? Hát ez a League of Legends-ből ugye a Cannon Minion, vagy más neve Siege Minion, ki hogy hívja. Fő eleme az ugye a kerekesszék. Egyik barátom adta az ötletet, hogy miért nem csinálok valami League of Legends-es cosplayt, és hát ez eszembe jutott. Ez szenzációs. Könnyű megcsinálni. Aha. És ezt házilag otthon csináltátok? Igen, minden részét. Annó Balatonon szerintem a fél zseppénzem erre ment el. Találtunk egy Oculus Riftet, mindenképpen ki fogjuk próbálni. Ez nagyon durva. Így belelátok magamba. Fél, ilyen hányós zacsitok van? Azt a mindenit. Váltani is kell? Aha. Hopp! Itt történt valami. Mennyire beteg, amikor valaki megépíti számítógépháznak a bolygó neve halál kultikus rakodóját, amivel Ripley a film végén legyőzte az Alien királynőt. Ezt nézzük meg közelebbről. Mi készül itt éppen? Hát ez bármilyen meglepő, ez egy számítógépház lesz. Igaz, hogy a nagyobb mellett ez egy kicsit kicsinek tűnik, de azért lesznek benne ventik, egy kék, lesz egy táp az aljában, és ez az egész lábakon fog állni. Úgy honnan léptetek elő, hogy mi ez a szerkó, ami rajtatok van? Két játékot képviselünk, ő a Fun Helsinget, én pedig a Warhammer Inquisitor nevű játékot. Át tudsz szellemülni ebbe a szerepbe, hogy ugrálsz a háztetőkön, nem mész valami óriási csatabárdal, és úgy gyaksz. De nem egyszerű ebbe a ruhába mozogni, úgyhogy nem tudnék átszellemülten ugrálni a tetők. Ez neked munka vagy szórakozás? Mind a kettő.